Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Hírodónk után magazinműsorunkat láthatják. Éppen 150 éve annak, hogy Ajka térségében, Felső-Csingerben beindult a szénbányászat. Mára az egykori bányaüzemek helyén már csak gazdag benőtt romos épületeket találunk, de olyan hely is van, ahol már nyoma sincs az egykor virágzó iparágnak. Hogy hol voltak az aknatornyok, vagy az irodaépületek, arra már csak a helyiek emlékeznek, pontos helyüket a valamikori bányászok tudják. Ők összetartanak, őrzik az emlékeiket, hisz olyan emlékek, olyan érzések fűzik őket össze, amit csak azt tud megérteni, aki már maga is volt a föld alatt. Filmünk szereplőivel egy veterán bányász összejövetelen beszélgettünk. Kérem, tartsanak velünk! Miért választotta annak idején a bányász szakmát? Én visszafelé 5 generációnál mindenki bányász volt. Őkörágapám uram, mire tudom a vonalat, onnantól kezdve mindenki. Mindenki bányász volt. Követte a családi példát? Padragon voltam, apám ott volt Vájár. Indult a Vájár iskola 49-ben, Csingerben. És akkor a bányászoknak a gyerekeit összeszedték az első évfolyamra. Lányok is voltak akkor még Vájár iskolában, 49-ben. Ott ugye 2 év volt a Vájár iskola, utána kerültem el technikumba, és azt, mikor a technikumba végeztem, akkor viszont ma Jókai bányára kerültem, nem Padragra. Ott aztán lehúztam még végig, onnan mentem nyugdíjba. Igazából nálunk családi hagyomány volt a bányászkodás és a bányász élet. A nagypapám is bányász volt, az édesapám is, anyukám is, az apósom is, az anyósom is, tehát az egész család a bányához kötődött, és ebben éltek. Megmondom őszintén, hogy nekem az eredeti szakmám autófényező, mert az édesapám nagyon szerette volna, hogyha nem a bánya felé tendálmok, és egy olyan munkahelyet választok magamnak, hogy kevésbé veszélyes. És hát mikor a bányához elmentem végül is dolgozni, hát megnősültem, és úgy láttam, hogy akkor ebből nem lehetett megélni, vagy legalábbis nem olyan színvonalon, ahol szerettük volna. Hát akkor ellenezte, és eléggé mérges volt, és ezt ki is nyilvánította. De hát aztán később megbékélt, és hát egy időben volt, amikor ő volt a főnököm, a csapatvezetőm, úgyhogy tehát a családi hagyományokat őrizve én is a bányához kerültem, és ott dolgoztam. Egyébként a feleségem is a bányánál dolgozott adminisztrációs munkakörben. Bányatelepen nőttem föl, és 1957-89-ben már a
bányába járó apámnak a karbitlámpájának a töltésére én voltam a felelős, ami ott kint lóg, világít. És bizony, hogyha jól működött a lámpa, akkor nem járt dicséret, mert az természetes, ha nem jól működött, akkor bizony kaptunk egy-egy dorgálást, ami bizony fizikailag egy-egy jó nagy fülesben nyilvánult meg, úgyhogy igazából a bányászattal legalább 57 óta van közeli kapcsolatom. '68. július 1-én mentem a föld alá dolgozni, de nem bányászként, mert én villanyszerelő voltam. És egy fejtésre kerültem fronti villanyszerelőnek, aki van itt a pajtáson, Hoffman Gyuri, ő volt a lakatos, én a villanyszerelő. Az Albin, a ház, ő volt a körletezetünk. Csak később, egy pár év elmúlt, akkor volt a lehetőség, hogy el lehetett menni bányapai technikumba, és ilyen külön engedéllyel is elmentem, mert nem volt vájár szakmám. De aki akkor volt a bányaigazgató, Kóber Ferenc, ő megerőlegezte nekem azt, hogy leteszem a tanfolyamot, akkor elmegy. És elmentem, és elvégeztem, és így lettem frontmester. És voltam 1997. december 28-ig. Lehetett élni a bányászatból? Vastagon. Bányászokat, szóval valahogy háború után a nehézipart elkezdték fejleszteni, a szén kellett, MÁV-nak is szénbányászokat megfizették. Úgyhogy főleg fizikaiaknak az elejét is, úgyhogy nem voltak ilyen különbségek, mint most vezető meg beosztott között. Jól kerestek az emberek, jó, akkor nem volt olyan, valaki a tudott építeni egy csöpp nyaralót, autóra kigondolt, hogy autó lesz. Akkor építettem a házamat, ha tudom, valamikor autó is lesz, akkor garázst is csináltam volna. Ugye akkor nem volt, kisebb volt az igény, ahhoz meg volt a pénz, úgyhogy bányászok jól létek. Az én számomra is jó lehetőség volt, de azt gondolom, hogy minden dolgozó számára jó lehetőség volt. Na most nem akarok túlságosan nosztalgiázni, de arra emlékszem, hogy mit tudom, 70-es évek elején, mikor nősültem. Annyira visszaemlékszem rá, hogy mit tudom, én a fejtésen kerestem olyan 5500 forintot, tehát annyi volt a nettó bér, egy ugyanebben a szakmát, mert akkor még villanyszerelő voltam. Ugyanabban a szakmában dolgozó kollégám, aki mondjuk a Tímföldgyárnál dolgozott, vagy hőerőműnél, vagy más egyéb ajkai üzemben, kerestek ilyen 1700-1800 forintokat. Most azért túlságosan nagy volt a rés, szerintem ilyen 2,5-szerese. Megérte a kockázatot, amit a bánya jelentett? Na most nézze, ez olyan dolog, hogy az ember akkor nem gondolt abba bele, hogy lehet balhé is. Tehát senki nem úgy ment munkába, ezt merem mondani, de aki ezt mondja, az hazudik, hogy ja, én most már innét nem jövök ám föl, mert ez nem igaz. Tehát amikor elmúlt egy 2-3 év, azért annyira el kellett múlni, és elmúlt az a stressz az emberben, hogy ja Istenem, le kell, hogy menjek valamennyire, akkor senki nem arra koncentrált, hogy ja Istenem, baj is lehet. Na most általában sajnos azt kell, hogy mondjam, a baj, a történt, az soha nem akkor történt, amikor, ezt most ilyen bányász nyelven mondom, amikor nagyon rossz volt a bánya. Tehát azt jelentette, hogy rosszak voltak a viszonyok, túl nagy nyomás volt, vízes volt, akkor mindenki jobban figyelt. Amikor olyan sima volt minden, és akkor lankadt a figyelem, és akkor, hogyha valami történt, akkor sajnos akkor történt. Hányszor történt ilyen az ön idejében? Ezt neked nem tudom, nem, sokszor. Nem, ez nem igaz, nem gyakran. Tehát, na most az, hogy valaki megütött az ujját, vagy vittem a lábát, lenyúzta, tehát ezek előfordultak, hetes jelenségek voltak, vagy történések voltak, de meg az, hogy eltörött egy kéz, hát ez nem volt egy túl nagy dolog.
de olyan túlságosan hűvös balesetek, hála Istennek, lekopogjam, az nem sokszor volt jellemző. Dédörögapám is meghalt, nagyapám testvére is meghalt, mikor volt az a nagy szerencsétlenség. Benne volt. Ugye azt mondják, mert fél nem igaz, mindenki fél bizonyos fokig. Aki nem fél, az vagy hazudik, vagy felelőtlen ember lenne a bányában. Vannak dolgok, amit igen, félni kell tartani. Be kell tartani dolgokat, bizonyos dolgokat, akkor azért el lehet a veszélyt hárítani. Hát a padragi iszabbetörés, amikor volt, akkor ugye mint bányamentőt engemet is behívtak, de végül is nem kerültünk el padragra, mert a készenléti csoportba maradtunk, mert előtt, akik ott voltak aktív bányamentők, azok megoldották ezt a kérdést, de egyébként lelkileg ez is úgy gondolom, hogy az akkori állapot az megviselt az embert, és hát ugye ott maradt három társunk, tehát az nehezen feldolgozható volt. Milyen volt a viszony a munkatársaival, hiszen ez nem mindennapi kapcsolat. Most is jó. Beosztottjaimmal is járok a boltba, még összeölelkezünk a fizikaiakkal is. Én jobban voltam. Én nem mondtam, hogy mindenki szeressen, mert az olyan vezető, aki mindenki akarja, hogy szeressen, az csak olyan vezető is. Mert nem minden ember egyforma, igenis van, akit meg kell regulázni. Aztán aki görbén néz, de rendnek lenni kell, nem? Ezt nehéz megmagyarázni, tehát lehet, hogy ha most ön lett volna, mit tudom, a pajtásom, csak így mondom, az volt a szó, hogy pajtás a munkatársnak. Lehet, hogy most összeveszünk egymással esetleg ebben a pillanatban, de ha a következő percben azt látom, hogy bajba kerülsz, valamiért, akkor én vagyok az első, aki segítek. Tehát most emberi konfliktusok ott is voltak, szerintem az elkerülhetetlen bármilyen munkahely, hogy ne legyen, mert nem mindenki egyforma, mert hát ez van. Mondok én például van, hogy tragikus dolgot, hogy lent történt szerencsétlenség. Az eszméletlen embert rátették hordágyra, mire telefonon a mentő kiérkezett az üzembe, habzó emberek szaladtak kifelé a hordádja. Rohantak végig. Gyorsabban, mint bárki más. Nyolcan jöttek, főváltva főkapták, mint a villám jöttek ki, a sebesülte. Összetartanak. Igen. Biztos, hogy volt benne valami különleges. Tehát maga, ez egy misztikum is szerintem. Annak az embernek, aki ott nem járt, az egy kicsit úgy kezeli, hogy ja Istenem, nekünk nagyon természetes volt. De ha komolyan visszagondolok a mindennapokra, azért az véresen komoly volt minden nap. A család hogy viselte azt, hogy ön nap, mint nap a bányában dolgozik? Hát igazából nagy furcsaságot nem jelentett, mert ugye mindenki a bányában, amikor gyerek voltam, akkor már 8 évesen tudtam azt, hogy mi az ulma, meg a szolni, meg mi a főte, tehát mindennapos beszélgetés volt a családban, a szüleim azok, hogy a bányászok voltak, anyukám az osztályzón dolgozott, tehát a gyerekek ebben öltek bele, és számukra nem volt ez furcsa dolog, hogy én a bányában dolgozok. Hát talán inkább az, hogy amikor az ember elment dolgozni, akkor mindig úgy el. Tehát, hogy el szoktunk búcsúzni egymástól, akármilyen probléma volt a családban, vagy
a házastársammal együtt, akkor soha nem fordult az elő, hogy ne úgy mentem volna el, hogy ne kaptam volna egy puszit, hogy szia, vigyázz magadra. Vannak, akik nyugdíjba mehetnének és rádolgoznak éveket, mindig azt szokom mondani. Aki a mi helyünkön dolgozott, biztos nem dolgozott rá egy napot se. Örült, hogy megszabadult. Úgyhogy nem szeretnék még egyszer végigcsinálni. Szóval nem szeretnék megint 30 éves lenni, és ezt végigcsinálni, nem szeretném, nem. Meg volt, szép volt, volt benne szép is, rossz is. Emberekkel mindig jóba voltam, viszonylag. Főnökeimmel is. Tiszteltem a főnökeimet mindig. Akivel tegező viszonyban is voltam, ha olyan helyen voltunk, le nem tegeztem véletlen se, tehát a tekintét meg kell neki adni. Ezek olyan dolgok, hogy el voltunk. Mi a legszebb története? Hú, legszebb, nem tudom. Hát mikor elismerik az embernek a munkáját, az. Én is kaptam munkaérdemérmet is, ugye, a korszerűsítés az én időm alatt ment végbe a bányákba. A lapátos, meleg helyen, ahol majdnem mesztelenen kellett dolgozni, mikor végeztem, olyan volt a bánya. És az én időm alatt képesítették a bányászatot. És szép dolgok voltak, csináltunk szép dolgokat. Emberekkel, hogyne. Például ilyen 7 tonnás dolgokkal ment a szerelés, és nehéz dolgok lenne a bányába. Nekem sikerült kialakítani olyan gárdát, hogy a vállalaton belül is mi voltunk a leggyorsabbak. És senki se lett úgy kiabálva, vagy ez azt csináltuk. Kétségtelen tény, még másik bányába 5-6 ilyen dolgot elintéztek egy műszakon. Az enyémek csináltak 10-et, kétségtelen mondtam, a 10-ben van gyerekek kiszállás. Vezérigazgató néha mondta, hogy ez azért sok. Mondom, megígértem nekik, hogy menjenek. Jók voltak a mindennapok. Tehát az volt a jó, hogyha ha azt, amit ránk bíztak, akik fölöttünk álltak, azt meg tudtuk csinálni. Az valamilyen szinten egy élmény volt, hogy na, sikerült. Tehát ez... Nem tudom, mai fiatalok ezzel hogyan, gondolom, ma is egy cégnél, hogyha megbíznak egy embert azzal, hogy csináljon valamit, és azt végre tudja hajtani, az valamilyen szinten emeli az ázsióját a főnök előtt, nem? De ez akkor is így működött. Általában a bányaüzemek területén, ahol a bányász dolgozó kiszáll a bányából, megy a fürdőbe fürödni, ott mindig el kell menni a ki és a beszállónak. És ott minden bányaüzem jellemzően tartott egy nagy táblát. Nem is tudom pontosan, nem fali újság volt annak a neve, hanem... Jókaiban úgy volt kérve, hogy akikre büszkék vagyunk. Tehát valamilyen hirdető tábla, ami sokszor csak olyan volt, mint egy iskolai tábla, fekete táblafesték, és krétával volt ráírva minden áldott nap, mikor jött ki a délelőttös, hogy melyik csapat mennyit teljesített, és azért ő most milyen, hány százalékot, melyik front. Na most az emberek többsége nem is az érdekelte, hogy mennyi fizetést kap, hogy milyen kitüntetést kap, az nem érdekelte. De az igen, hogy ő a táblán a neve a legfölül szerepeljen a krétás sorba ott fölül. Mert ott mindenki megnézte, és akkor bólintott, és akkor vagy mondott egyet a másiknak, hogy na öcsi, ezt lép meg. Vagy mondja a másiknak, hogy na, és ez nagyon érdekes volt, nem lehet azt az anyagi érdeket megjelölni, ami ezt motiválta, mert nem ez volt, az sokad rendű volt. Nem pénzről volt ott szó. Arról volt szó, az én apám azt hiszem a 21-es csapatnak a vezetője volt, elővájás, ő
sok-sok éven átul a sor tetején mindig az ő fajtájába ott szerepelt. A másik, a fronton, ahol a szén mennyiség jött ki. Ott ugye azok voltak a nagyok, akik a frontról a szenet termelték, azt mérték. Az volt az igazi produktum, a többi az előkészítő. Ott mindig ki volt írva, hogy melyik csapat, hány csillét, ez egy mérési eszköz volt, hogy hány csille. Az mindenki tudta, hogy azt hogy kell érteni. Hány csille, és össze tudták vetni, hogy ők jobbak. Igen. És akkor jött az, hogy ehhez képest aztán jött a másik bányaüzem, Jókai bánya, Ármin bánya összevetése, hogy na ott ki mennyit. És például Jókai bányáról csak annyit tudok elmondani, hogy a Csaba tudja igazolni, hogy ebben a hajszába tonna, méter eredmény elérése, úgy, mint a rudugrón a magasság centit, volt az elővájos hajtásnak a folyómétere. A Bohár Lajos, ugyanolyan vájártanuló volt, mint a Csabi, csak őt egy kiemelt, favorizált, egy jó keménykötésű vájárgyerek volt, a szívét kitette, és alátette az üzem az összes hátteret, és országos szintű kiemelt eredményeket érte. A 70-es években Európa. Olyan eredményeket produkáltak, csak egy példát mondok, hogy a kézzel hajtott, vágott folyóméter per egy hónap. Nem tudom megmondani a számot, de 300 vagy 500 méter. Sok. És ezt jegyezték, és akkor ez országos. Akkor, amikor a nehézipari miniszter, a Szekér Gyula lejött, és azt mondta lejött Jókai bányára, és veregette a Bohár Lajosnak a hátát, édes fiam, bányásznapkor, akkor az több volt, mint egy lottó főnyeremény. Annak az embernek, akik ezt megérték, ez volt a legfontosabb. És ez nem mondva csinált, ezek valós eredmények. Jó, hát, hogy milyen támogatást kapott, hogy rakták alá az, hogy kiszolgáló személyzet, de a lényeg az, hogy valós eredmények. Kihajtott vágat folyóméterek, kitermelt szén, tonnák, lehajtott front előrehaladási sebesség, átszerelt. Tehát egy frontot át kellett szerelni a régiből, az újból, 2 hét, 3 hét vagy 1 hét. Ezek mind olyan eredmények volt, számon tartották országos szinten. Nekem egy olyan balesetem volt, ami klinikai halálhoz vezetett 1973-ban. Jókai bányán a frontfejtésem, mert akkor ma frontfejtési vájár voltam, sőt, frontmaster helyettes. 42 fő dolgozott a kádám alatt akkor, amikor én voltam ugye helyettesként a frontmaster, és nagyon nagy szigorú törvény volt, hogy minden főtavasat meg vastalmot meg kell mentani az omlattól, ugye, mert amikor ment előre a frontfejtés, akkor mindig maradtak le mögötte a omlasztásba a vastalmok, meg a főtavasok. És azért szigorúan büntetés járt annak a szaknak, aki bánhatja, mert akkor új technológia volt a pajzsos fejtési technológia, és új gépek voltak, sok százezer forint volt az ára, és Németországból, meg Angliából szállították. Sokat killódtak az embereim, közeledett a műszak vége, és oda mentem a omlasztó vájárokhoz, hogy hát mi lesz, hát nem tudunk előre haladni tovább, hogyha nem szeditek ki ezt a vastam sort a főtávassal és a vastam sorral együtt. Aztán bementem, addigra mondtam, a fáradt vagy gyidős bácsi volt, ma közel volt a nyugdíj, addigra azt a csalkant, meg a vasfogó szerkezetet, villanszerkezetet, és majd én bemahaszok.
alig, hogy bámasztam, összeomlott. Ami már meg volt ladítva, én meg alábújtam, szabálytalanul, ugye. Már technológiát nem tartottam, már nem szabad lett volna alávennem. És akkor a kórházba ébredtem fel, Veszprémbe, a műtőasztalon. És utána kitiltottak a bányából, már fegyelm, nagyon szigorú fegyelmet követelt a bányaműszaki felügyelőség, aki nem tartotta be a technológiát, még ha akármennyire is akarta, hogy gyorsan meg jól legyen, sikerüljön, nem sikerült, akkor azt fegyelmi elé idézték, és megbüntették. Így engem is megbüntettek, és kitiltottak a bányából. És akkor külszíni bányász lettem, de hát úgy, hogy nyugdíjba ment előttem az üzem szakszervezeti titkára, a Jókai bánya szakszervezeti titkára, és ma az ráhúzott egy pár évet, és engem meg a bányász társaim megválasztottak egyhangulag, nem csak a fronti emberek, nem a föld alatti emberek, hanem a külszínek is, meg az irodisták is, meg a gépészek is, és már sajnáltak engem, és tudtak, hogy jót akartam, és megválasztottak szakszervezeti titkárnak. És úgy kerültem nyugdíjba 3 év múlva. Ez sztorinak sztori, de nekem nem jó sztori volt. Milyen érzés volt ez az ön számára, amikor bezárt a bánya? Én már nem voltam ott. Én már nem voltam ott. Én mikor ott voltam, akkor a csúcson ment. Mi voltunk a csúcs, utána kezdett lemenni. Elfogyott a szén, még mikor én ott voltam, akkor még ment, akkor még nagy üzem volt mind a három padrag, 30 Jókai. Mindegyik akkor még csúcson járt. Aztán utána elfogyott a szén, egyenként bezárták mindegyiket. Csak az, hogy nem maradt semmi. Sőt, van, ami fáj. Így összejövünk, összetartunk, de amikor az erőmű átvette a bányát, akik akkor nyugdíjba mentek, azt levetkőzték, mintha sose lettek volna. Úgyhogy mi mostoha gyerekek lettünk. Aki akkor, akit akkor átvette az erőmű, azok ott vannak, aki előtte gárda elment, az nem, az le van vetkőzve. Én ezt tartom ma is, és tartani is fogom. Szerintem az, hogy ezt bezárták, ez nagyrészt politikai döntés volt. Szerintem a gazdasági dolgoknak ebben valami kevés szerepe volt. Most nem akarok itt senkire mondani semmit, tehát Isten őrizzen, mert akire mondhatnék, az már meghalt. Sorra nem mondok. De érdekes módon az Ajkai depórod a padrakhoz ma is hordják az ukrán meg a cseszenet, nagyon jó mérőségű szenet. De az Ajkai hőerőművet svájci licenc alapján energiaszegény szénre tervezték 1943, amikor az egyes blokkot kezdték építeni. Tehát kimondottan erre az Ajkai szénre, meg a másikat is. És azért még itt el lehetett volna abban az időben szerintem egy 10 évet biztos. Lehet, hogy nem évi közel 2 millió tonnával, mint amit termelt az Ajkai szénbányák a fénykorával, csak mondjuk azt, hogy a felével. Minden bányász embernek nagy fájdalom szerintem, hogyha egy bányát bezárnak, és főleg akkor, amikor nem csak elbocsátják az embert, hanem vége van. Tehát bányász szakmát gyakorlatilag el kell felejteni, és nem lesz, nincs tovább képzés, nincsenek új emberek, nincsenek lehetőségek arra, hogy fejlődjen az ember. Hát ez nagyon nehéz időszak volt, amikor az Ajkai bányaüzemet bezárták,
Én Jókai bányán dolgoztam, és az üzemi tanácsnak tagja voltam, és úgy gondolom, hogy az Ajkai bányász szakszervezet nagyon korrektül, nagyon keményen képviselte a dolgozók érdekét, és ebben nagy szerepe volt a Ferenczi Zoltánnak, aki volt egyébként akkor a szakszerti bizottságnak az elnöke, és én úgy gondolom, hogy nagyon tisztességesen sikerült megoldani, hogy minden embernek a lehetőségekhez képest megfelelő munkahelyet ajánljanak fel, illetve a végkielégítések is nagyon tisztességesen történtek meg, és tényleg lehetőséget adtak egy tovább lépésre. Ezelőtt egy pár éve fölhívott engem a kollégám Gyöngyösrű, egy szobában laktunk a technikumban 4 évig, azt mondja, te meg kellene szervezni az 50 éves találkozót. Nézzél körül. Nekiálltunk, újságcikk, hirdettünk itt-ott. Visszahívom a Jóskát, ide figyelj Józsikám, sajnos duettot tartunk. Azt mondja, mi van? Mondom, találtam 4 beteget, mert többi meg halott. Csak 2 vagyunk, mondom. Akkor egyszer jött el Hévízre, lementem, na mondom, most tartjuk meg a jubileumi találkozót. Ugye a bányában elég hamar meg is halnak az emberek, szóval a bánya nem evett helyes testet. Ugye csak a levegőt mondom. Itt azért megvan a 21% oxigén, de lenne nincs, és lenne a levegőben elég sok monoxid van, és a monoxidnak van egy tulajdonság, hogy a vörös vérsejtet szorosabban tapad, mint az oxigén. Tehát nem enged, nem adja le, mint az oxigént, mikor fölveszi a tüdő. És az nyomot hagy. Hosszú időn keresztül nyomot hagy. Úgyhogy én örülhetek, hogy ma 81 évet megéltem. Kollégáim nem, sajnos. Itt azt ilyen, akikkel együtt dolgoztam, fiatalabbak vannak még. Örülök, ha találkozok velük. Elbeszélgetünk. Most is mindenkivel összeülelkedtünk. Fizikai, nem fizikai. Összetartó gárda volt. A 70-es és a 90-es évek között, mondjuk 70 és 90 között Magyarországon a magyarországi bánya művelés, bánya gépesítés, a bányászatban alkalmazott technológiák szempontjából világ első közé számítottunk. Hiába mondják, hogy a gyógyszeripar meg milyen világ első volt valóban, de kérem szépen a bányászat, a bányagépészet, a bányászati technológiák miatt ide járt Amerikából, Ausztráliából, Angliából, Franciaországból, ahol egyáltalán mélyműveléses bányászat volt. Kínaiak idejöttek, innét vitték, idézőjelben lopták el a technológiát, mert aztán megvettek egy pár berendezést, utána gyártották 10000-vel. De a magyar bányászatban olyan intelligencia volt a 70-es, 90-es években, amelyikben nem hiszem, hogy bármelyik szakma, a gépipar, a gyógyszeripar külön színvonalat tudott produkálni. A bányászat világ színvonal, ide járt a világ elitje tanulni. Kis szívében, bányász
Oh.